Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit! A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium, Kollégium és Óvoda Kollégiumának diákjai vagyunk. Peres Ágota, Barabás Andrea, Varga Dávid, Keresztes István. Szeretnénk minden kedves érdeklődőt néhány perc erejéig elkalauzolni egy kis kirándulásra a kollégium világába, a kollégisták mindennapjaiba. A városi kollégium hagyományai igen régre nyúlnak vissza. Már az 50-es években létrejött a lány, majd a fiú diák otthon. Ezek 1960-ban és 61-ben kollégiumi címet kaptak. 1975-ben megtörtént az iskola és a kollégium összevonása is. A jelenlegi kollégium épülete egykoron járásbíróság volt. Igen impozáns épület, és ami számunkra külön szerencse, hogy a gimnáziumtól mindössze 100 méterre fekszik. Nos, kukkantsunk be az épületbe! 115 férőhelyünk van. Kollégistáink a környező településekről érkeznek hozzánk. A diákok egy része a hátrányos helyzetű tanulók számára létrehozott Arany János kollégiumi programban vesz részt. Ők előkészítő évfolyamon kezdik meg tanulmányaikat, és gyakran hétvégén is a kollégiumban maradnak a program hétvégék keretében. Az épület magas földszintjén a fiúk kaptak helyet. 5 hálótermünk van, s bár 8-an, 10-en is vagyunk egy szobában, nem okoz komoly gondot, hiszen sok jó ember kis helyen is elfér. A fiú részlegen van saját tanulószobája, ahol délutánonként a szilenciumokon tanulunk. 3 szilenciumot tartunk, este pedig még egy van azok számára, akik szeretnének még tanulni, vagy egyéb foglalkozásaik miatt nem tudták az előírt szilenciumot teljesíteni. A jó tanuló diákok kapnak szilencium kedvezményt is, ami azt jelenti, hogy nem kötelező számukra a 3 szilencium, tovább van kimenőjük, és szabadabban beoszthatják saját tanulóidejüket. A tanulásban szoktunk egymásnak segíteni, vannak tanulópárok, akik együtt tanulnak, kikérdezhetik egymástól a tananyagot. Aki pedig hangosan szeretne tanulni, például verset, az kikérezkedhet szilenciumról. A társalgóban lehetőségünk van a kikapcsolódásra. TV, DVD, kiskönyvtár és számítógépek találhatók benne. Mondanom sem kell, a számítógépek a legnépszerűbbek, hiszen az internet széles körű ismeretszerzést és persze szórakozást kínál számunkra. A magasföldszint másik szárnyán további tanulótermek és számítógépek vannak, melyeket a lányok is használhatnak. Van saját kiskonyhánk, ahol mi, az örökké éhes kamaszok meg tudjuk magunknak melegíteni az édesanyánk által csomagolt elemózsiát. Most nézzünk fel az emeletre. A felső emelet mindkét szárnyát teljes egészében a lányok uralják. Na persze ne feledkezzünk meg a nevelői szobáról középen, ahol kollégiumi nevelőinket találjuk, de szemük az sajnos mindenütt ott van. Nehéz előttük titokban tartani bármit is. Általában mindenről tudnak, de gondjainkkal is bizalommal fordulhatunk hozzájuk. A lány részlegen több a hálóterem és a tanulószoba. Akárcsak a fiúknál itt is van mindenkinek saját szekrénye és tanulóasztala, ahol igyekszünk rendet tartani. Gyakran előfordul, hogy az igyekezet az megvan, a rend kevésbé. Vannak szobafelelősök, akik próbálnak minket rávenni a rendrakásra, de igazán a szoba ellenőrzés hírére lesz pillanatok alatt rend, hiszen amelyik szobával egymás után több alkalommal sincs gond, annak a tagjai kimenő hosszabbítást kapnak. Ezért már igazán megéri rendet rakni. A társalgó hasonló a fiúkéhoz, csak a lányok gyakrabban időznek a könyvek mellett. Ezek az épület tárgyi adottságai, de élettel mi, a kollégista diákok töltjük meg. Ugyan évről évre új kollégisták csatlakoznak hozzánk, a szellemiség nem változik. A katolikus értékrend jegyében az egymás iránti tolerancia, szeretet és segítőkészség jellemző a közösségre. Az ismeretszerzés, a tanulás a legfontosabb számunkra. Sok segítséget kapunk nevelőinktől, akik nagy része a gimnáziumban is tanít. Ezen kívül a gimnázium tanára is tartanak igényeink szerint felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat. Ösztönzés gyanánt tanulmányi hónapokat tartunk, amikor kiemelt téma a tanulás, de a csoportonként készített tanulmányi grafikonok segítségével is folyamatosan ellenőrizzük tanulmányi helyzetünket. Persze nem csak tanulásban áll az élet, minden napjaink mozgalmasságához hagyományos közösségi programjaink is hozzájárulnak. Katolikus kollégiumként részt veszünk a miséken hétköznap, az AJKP és tanulók pedig a program hétvégék alkalmával. Vacsora előtt és után együtt imádkozunk. A viszonylag nagy ebédlő az a színhely, ahol az összes kollégista együtt tud lenni.
Az étkezéseken kívül a rendezvényeinket is itt tartjuk, itt szoktuk fogadni Menyhárt atyát vagy Gábor atyát, akik érdekes előadásokat tartanak számunkra. Programjaink szervezésében nevelőink és a tanévenként megválasztott diák önkormányzati tagok is segítenek. Rendezvényünk között hagyományosnak mondható az ismerkedési est, ahol az új kollégisták szoktak bemutatkozni kisebb-nagyobb produkcióval, mindannyiunk nagy örömére. A felkészülési időszak arra is jó, hogy a műsor próbái során igazi közösségé kovácsolja a kezdő kollégistákat. A bemutatkozás természetesen tánc követi, de a nasolnivaló sem maradhat el. Decemberben izgatottan várjuk a Mikulást, aki szobáról szobára járva osztja ki a krampuszai kísérletében a csomagot. Szerencsére csak kevés virgácsot és sok ajándékot szoktunk kapni. A karácsony belsőséges műsorral közös karácsonyfa díszítéssel szoktuk ünnepelni. A karácsonyfa alá mindig olyan meglepetés kerül, amelyet minden kollégista tud használni. Az ünnep hangulatát mindannyian magunkkal visszük, és a szívünket ünneplőbe öltöztetve érünk haza, hogy a családdal együtt ünnepeljük a szentestét. A téli szünetről visszatérve gyorsan telik az idő, igazán vidám és mókás időszak számunkra a farsang. Lázas munkával készül minden csoport, hiszen legalább egy állat szükséges ahhoz, hogy részt vehessünk a farsangi bálon. Nem csak jelmezt töltünk, hanem jelenetekkel is színesítjük az amúgy is érdekes kavalkádot, hiszen az időtáj találkozunk zombikkal, kalózokkal, királylányokkal, de még magával Shrekkel is. Szeretünk sportolni is, szerencsére sokféle lehetőségünk van erre. Minden héten kétszer megyünk esti sportra a gimnázium tornatermébe. De aki délután szeretne egy kicsit mozogni, az használhatja az alaksori edzőtermet. Kosarazhat vagy pingpongozhat az udvaron. Sporthónapot is szoktunk szervezni, amikor nem csak sportversenyek vannak, hanem az egészséges életmódhoz kapcsolódó versenyek is. Ez az esemény megmozgatja az egész kollégiumot. Persze nem csak sporttal erősíthetjük izmainkat, hanem a néptánc foglalkozásokon is. Néptáncosaink sokat gyakorolnak, hogy minél jobb eredményt érhessenek el, és nem utolsó sorban szüleiknek, tanáraiknak és diáktársaiknak is szeretnének maradandó élményt szerezni. Művészi képességeinket máspont is kipróbálhatjuk. Az alaksorban kézműves kör működik, ahol fazekaskodunk és az általunk készített alkotások saját kemencénkkel ki is tudjuk égetni. Akit inkább a rajz, a festészet érdekel, az járhat vizuális foglalkozásra. Az itt készült munkák díszítik a folyosókat, és ezek teszik barátságosabbá szobáinkat is. Akiknek nagy türelmük is van a kézügyességük mellett, azok gyöngyfűzéssel mulatják az időt. Legutóbb rózsafüzéreket készítettünk a Bercsényi Napok keretében kiírt versenyünkre. A hasznos időtöltések sora a kollégium falain kívül is folytatódik, hiszen részt veszünk városi kulturális rendezvényeken, rendszeresen járunk színházba és gyakran kirándulunk. Az AEKP-s tanulók külföldre is eljutottak kirándulásaik során. Ezek a program hétvégig igen eseménydúsak, némelyeket sokáig emlegetjük. Így volt legutóbb is, amikor egy igazi disznóvágáson vettünk részt, ahol nem csak ettünk, hanem dolgoztunk is. Amint látható, igazán nem érünk rá unatkozni. Gyorsan eltelik a tanév, s egy-kettőre eljön a ballagás, amikor búcsúztatjuk végzős kollégistáinkat. Mindig fájdalmas az elválás, de örömmel várjuk az új leendő kollégistákat, akik mindig valami újat hoznak a közösség életébe. Érettségizett kollégistáinktól sem veszünk végleg búcsút, hiszen visszajárnak közénk, beszámolnak életük alakulásáról. Ez is bizonyítja, hogy jó itt kollégistának lenni. Az intézményben töltött évek hasznos útravalót adnak számunkra, és a kollégista évekről lesz mit mesélni unokáinknak. Aki szeretne egy jó közösség tagja lenni, szeretne tanulni és tartalmasan kikapcsolódni, az válassza a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium, Kollégium és Óvoda Kollégiumát. Várjuk nem csak a nagyokat, hanem a kis gimnazista diákokat is.